A napokig tartó meleg megviseli az emberi szervezetet. A hőségben a közlekedés résztvevőinek is nagyobb türelemre és figyelemre van szükségük. A kánikulai forróság még a frontokra kevésbé érzékeny szervezetekre is hatással van. A járművezetők a hőségben általában kevésbé tudnak koncentrálni, megnő a reakcióidő is. A balesetek megelőzésének legjobb módja a prevenció és a megváltozott közlekedési viszonyokhoz való alkalmazkodás. Amennyiben lehetséges és hosszabb útra indulnak járművekkel, akkor azt tegyék minél hamarabbi időpontban, úgyhogy előtte természetesen kipihenik magukat, hogy ne a nagy melegben kelljen részt venni a forgalomba, hiszen ekkor a figyelem lanyhul, elfáradunk hamarabb, nem kellő körültekintéssel éljük meg azokat a közlekedési szituációkat, amelyeket máskor sokkal könnyebben le tudunk reagálni. Amennyiben, hogyha mégis a nagy melegben kell, hogy vezetni, akkor arra kérjük őket, hogy többször álljanak meg, több pihenőt vegyenek igénybe, ennek során keressék azokat a helyeket, ahol visszatudnak egy kicsit hűlni, tehát árnyékos helyeket. A kánikulában fontos a szervezet folyadék utánpótlása is. A járművezetők fogyasszanak megfelelő mennyiségű vizet, ásványvizet, és mindig legyen hűtött üdítő vagy víz a gépjárműben, de kerüljék a koffein és természetesen az alkoholbevitelt. Amennyiben a jármű rendelkezik légkondicionáló berendezéssel, annak használata is segíti a sofőrök koncentráció képességének megőrzését. Amennyiben úgy gondolják, és van a gépkocsiban légkondicionáló berendezés, azt is használni kell, de nem olyan mértékben, hogy nagyon lehűtjük magunkat, vagy felhevülten ülünk be a gépkocsiba, hiszen akkor egyéb más orvosi tüneteket tapasztalhatnak majd. A Sátoraljóújhelyi rendőrkapitányság illetékességi területén mindez idáig nem történt olyan baleset, melyet a nagy melegnek lehetett volna betudni. A személygépjármű és kamionsofőrök is próbálnak az időjárási viszonyoknak megfelelően vezetni. A hatóság azonban arra kéri a közúti közlekedés résztvevőit, hogy nagyobb figyelemmel és körültekintéssel vegyenek részt a forgalomban.